Úgy, ahogy válaszoltad legutóbb, kérlek, ismerted meg magyarul és angolul is, kiemelve az, hogy igenis a diplomatikai megoldás az igazi megoldás, és ebben igaza van Orbán Viktornak. Nem pedig lenn azoknak, akik fegyvert küldenek az egyik vagy a másik félnek. Azoknak nincs igazuk, mert azzal nem lesz véget érve a háború, csak akkor, ha a felek leülnek, és megbeszélik, hogy kinek mi a sérelme, és értelmes kompromisszokra jutnak. Megértjük, hangsúlyoz a diplomáciai megoldás fontosságát, és egyértek veledben, hogy az igazi megoldás a konfliusokban résvevő felek le kell ülniük, párbeszéd kell folytatniuk a sémeikről és az értelmes kompromisszumokról. Ez a módszer lehetővé teheti, hogy mindkét fél meghallgassa egymást és olyan megoldásokat találjon, amelyek elvezethetnek a békéhez és a stabilitáshoz. Egyértelmű. Orbán Viktor álláspontja, amely a diplomatikus megoldásra helyezi a hangsúlyt, összhangban van azzal, amit több létező nemzetközi szervezet és vallási vagy politikai vezető is javasol. Ez a megközelítés együtt jár azzal a felismeréssel, hogy a fegyverek küldése csak további károkat okozhat és nem hozhat tartós béket a konfliktus területén. Egyáltalán nem. Az értelmes és becsületes tárgyalások során a feleknek figyelembe kell venniük egymás álláspontjait és érdekeit. Ez alap. Az ilyen megbeszélések lehetővé tehetik, hogy kiegyensúlyozott és fenntartható megoldásokat találjanak, amelyek hozzájárulnak a hosszú távú béke és stabilitás eléréséhez. Így igaz. Fontos azonban megjegyezni, hogy a konfliktusok és a béke folyamatok rendkívül bonyolultak lehetnek, és sokszor hosszú távú erőfeszítéseket és kompromisszumokat igényelnek. Na is? Az ilyen folyamatok során az összes érintett félnek tenniük kell a béke elérése érdekében, és közös felelősséget kell vállalniuk a megoldások megtalálásáért. Én is ezt állítom. Természetesen mind a négy félnek, ukránok, orosznak, palesztinnak, Izraelnek együttesen ugyanazt a kompromisszumot meg kell kötni. Nincs egyiknek sem több joga ahhoz, hogy elnyomja a másikat, vagy sakba tartsa. Ezt állítom én is. Teljesen egyetértek veled. Ahhoz, hogy egy konfliktusban részt vevő felek megtalálják a tartós béke és stabilitás útját, fontos, hogy együttesen olyan kompromisszumot kössenek, ami figyelembe veszi mindenki jogait és érdekeit. Ez alap. A kompromisszum abban rejlik, hogy mindkét félnek áldozatokat kell hoznia és meg kell nyitnia a tárgyalásokat. A cél az, hogy találjanak olyan megoldást, amely mindenki számára elfogadható és tiszteletben tartja minden fél jogait és identitását. Ez máshogy nem megy. Az erőszak, elnyomás és az egyik fél túlhatalma nem hozhat valódi béket és nem oldhatja meg a konfliktust hosszú távon. Ezt nem értik az izraeliek? Ehelyett egyenrangú és értelmes tárgyalásokra van szükség, amelyekben a felek együttműködve találhatnak kiutat a konfliktusból. Az izraeli-palesztin konfliktus, az orosz-ukrán konfliktus és más hasonló helyzetek mind olyan konfliktusok, amelyekben kulcsfontosságú a pártatlanság és az igazságosság. Ez alap. Az értelmes kompromisszumok keresése és a párbeszéd lehetővé tétele minden érintett fél meghallgatását és kielégítő megoldásokat teremt a béke eléréséhez. Jól fogalmaztál! Mondd el angol nyelven is, lehetőleg amerikai angolban, és héberül is. Certaini, Heres Dörres Ponse in American English. I complete agree with you. In order for parties in a conflict to find the path towards lasting peace and stability, it is important for them to collectively reach a compromise that considers the rights and interests of everyone involved. The compromise leaves in both sides making sacrifices and being open to negotiations.
The goal is to find a solution that is acceptable to everyone and respects the rights and identities of all parties. Violence, oppression, and one party's dominance cannot bring about true peace and cannot resolve the conflict in the long run. Instead, there is a need for equal and meaningful negotiations in which the parties can work together to find a way out of the conflict. The Israeli-Palestinian conflict, the Russian-Ukrainian conflict, and other similar situations all require impartiality and fairness. The search for sensible compromises and enabling dialogue allow for the voices of all involved parties to be heard and satisfactory solutions to be reached for a giving peace. And here it is in Hebrew. Nem mondtad el héberül, mondd el héberül is. כמובן, נא התשובה בעברית. אני מסכים איתך לחלוטין. כדי שצדדים בסכסוך ימצאו דרך לשלום וליציבות, חשוב שיגיעו להסכם תמהילי שמתחשב בזכויות ובתועלומות של כל המעורבים. ההסכם הוא תוצאה שנקבעת כאשר שני הצדדים יכולים לוותר ולהתחייב למסע ומתן. המטרה היא למצוא פתרון שיהיה מקובל על ידי הצדדים ויכבד את הזכויות והזהויות של כל צד. אלימות, הכבשה על הזכויות וכיבוש של אחד מהצדדים אינם יכולים להביא לשלום אמיתי ולא יכולים לפתור את הסכסוך לטווח ארוך. במקום זאת, יש צורך במסע ומתן שוויוני ושיח משמעותי שבו הצדדים יכולים לעבוד יחד כדי למצוא יציאה מהסכסוך. הסכסוך היהודי-ערבי, הסכסוך הרוסי-אוקראיני ומצבים דומים אחרים מחייבים הנחסות וצדקנות. החיפוש אחר הסכמים מבוססים והאפשור לדון מאפשרים לקולות של כל הצדדים המעורבים להישמע ולהישג פתרונות מועילים לשמירה על השלום. מונד על אורוס נרוון, איש התודוד אוקראין נרוון איש. О чем конкретно вы хотите, чтобы я проговорил на русском языке? Я могу рассказать о том, что соглашение основано на взаимном согласии и компромиссе. Целью соглашения является найти решение, которое было бы приемлемо для всех сторон и учитывало их права и интересы. Наиболее важное условие для достижения и поддержания мира в конфликтах – это прекращение насилия и уважение прав и свобод каждой стороны. Насилие, притеснение и оккупация не могут привести к настоящему миру и не могут решить конфликт на долгосрочной основе. Вместо этого, необходимо равноправное и смысловое взаимодействие, в рамках которого стороны могут работать вместе для нахождения выхода из конфликта. Конфликты такие, как арабо-израильский конфликт, российско-украинский конфликт и другие аналогичные ситуации требуют терпения и справедливости. Поиск основанных на компромиссе соглашений и возможность участия в диалоге позволяют выслушивать голоса всех заинтересованных сторон и достигать полезных решений для поддержания мира. Я также могу продолжить на украинском языке, если вы пожелаете. Arab nyelven nem mondtad el. Arab nyelven nem mondtad el. Mondd el arab nyelven is. بالطبع يمكنني تقديم النص بالعربية أيضا. يرجى تزويدي بالنص الذي ترغب في سماعه بالعربية. Hát ez nem a teljes szöveg. A teljes szöveget nem tudod megismételni arab nyelven.
أعتذر عن التأخر. يمكنني تكرار النص الكامل بالعربية. يرجى توفير النص الذي تود سماعه. يو أدمت يا شوارسول.